Nézzük meg a motorokat, és figyeljük meg a működésüket. Amint látjuk, a motorokban található kívülről állandó mágnes, és itt a belsejükben pedig, amint látjuk, egy tekercs. Ha a tekercsbe áramot vezetünk, akkor ő is mágnesként viselkedik, és a külső állandó mágnessel kölcsönhatásba kerülve megkezdődhet a forgómozgás. Amit itt látunk, az a vasmagnak a része. Figyeljük akkor meg a működését. Ugye ide tesszük az egyik kivezetést, így, a másikat pedig ide érintem, és látjuk, hogy forog. Nézzünk akkor egy másikat, ezt nem szedtük szét, ennek is itt látható, ezen is itt kívül van az állandó mágnes rész, és itt forog. Nézzünk egy olyat, amit egy elektromos fogkeféből szedtük ki. Hozzáérintjük ezt a részt. Itt az egyik érintkező, itt a másik. Láthatjuk. Nézzünk egy másikat hasonló módon. Hozzáérintjük az egyik kivezetést. Ide, és legyen itt a másik. Tulajdonképpen így néz ki egy ilyen, ha szétszedjük, akkor látjuk, hogy a belsejében itt található az állandó mágnes, és itt van a forgó része, és látjuk, a forgó részben itt találhatók a tekercsek, és a vasmag is látszik itt a középső részen. A kettő egymáshoz képest fordul majd el az áramnak a hatására.